Jó pár hete foglalkozunk már a tavaszi hadjárattal, voltak vendégeink innen-onnan, bemutattunk helyszíneket, huszárok jöttek be, de hogy mégis az egész hogy épül fel, hát erre voltunk igazán kíváncsiak, és meghívtuk vendégségben Fülöp Tibort, aki a tavaszi emlékhadjárat főrendezője, hogy akkor most foglalja össze nekünk, hogy 2013-ban mit is jelentett ez az egész velünk élő történelem. Köszönöm szépen a meghívást. Ugye, mivel hogy 25. éve szervezem egy csomó Gratulálunk, akkor ez jubileum. Köszönöm szépen, az volt valóban. Egy csomó automatizmus van, amit ugye az ember a szervezés során úgymond elkövet. De az biztos, hogy valamilyen oknál fogva az Úristen az tavaszi hadjárat párti, és független attól, hogy ezt adott évben nagyon nehéz megszervezni a többihez képest, vagy kevésbé, az biztos, hogy minden sikerül. Tehát nekünk a tavaszi hadjáraton minden sikerül, és ez azért óriási dolognak tartható, mert itt azért 80-100 lovas vonul végig ugye a tavaszi hadjárat első szakaszában, ugye már három szakaszról beszélhetünk. Az első szakasz az Anyaországban zajlik április 1-e és 9-e között, a második az a Felvidéken, jelen pillanatban, vagy jelen esetünkben április 26 és 28 között, és van egy harmadik szakasz, ugye, ami Budavárban játszódik, az jelen esetben április, pontosabban május 18-án lesz majd, és még a Széchenyi-hegyi gyermekvasútra is ellátogatunk, de ez csak egy plusz. És az első szakaszban 80-100 lovas vonul végig a településeken, de ez nem azt jelenti, hogy a településeken végigvonul és csapott papotot hagy, hanem ezeken a településeken ünnepségek, rendezvények vannak. Hogy miből áll össze mondjuk a tavaszi hadjáratnak a rendezvény sorozata, hát koszorúzási ünnepségek vannak, akkor ugye katonai hagyományőrző parádék, élő huszártáborok, kulturális műsorok, népzenei és könnyűzenei műsorok is szoktak lenni, de ami a leglátványosabb, az általában természetesen a csata bemutató, amiből az egész hadjárat során 4 van, bár 7-nek kéne lenni, ugye már annak idején a tavaszi hadjáratban 7 csata vagy ütközet volt. Ezek 60-ban Tápióbicskén, Isaszegen, Vácon, illetve a Felvidéken, Nagycsalon és Komáromban játszottak, valamint Budavárában. Na most az első 4-et azt el szoktuk játszani, és az első 4-ből talán a legnagyobb csata bemutató, nemhogy talán egész biztosan ez a Tápióbicskei csata bemutató. A leggazdagabb, leglátványosabb közönség közegben pedig én azt hiszem, hogy az isaszegi szokott játszódni. Nagyon jó irányba halad a boldogi csata fejlődése is, ami nem boldogi csata, hanem 60-i csata, csak boldogon, tehát ugye boldog az 60 mellett van, ott találtunk egy olyan csata helyszínt, amit 12 vagy 13 éve úgymond használunk. Tehát ezek a programok, de most 150-160 program van, amit meg kell csinálni nagyon sok embernek, rengeteg. Nagyon sok lónak, ugye napról napra szinte költözünk lovakkal, istállóval, mindennel, és ez azt jelenti, hogy óráról órára, de percről persze nekünk végig kell gondolni, hogy mit fogunk csinálni. Nekem mindenféleképpen, hogy tudjam irányítani a többi embert, és hogyha ez a program megvalósul minden pontját tekintve, akkor sikeresnek nevezhető egy rendezvény. Az más kérdés, hogy hihetetlen rossz idő volt most. Nem először egyébként, de ennyire rossz még talán nem volt sose. Hát, és ilyen tartósan hideg volt. És, hideg volt, és szél volt, ez ráül, víz volt, igen, talajvíz volt, hó van, volt. Szóval ez ráül a hangulatra, de hogyha a régiek szenvedéseit is figyelembe vesszük, akkor valószínűleg ez ahhoz képest semmi, de hát sokkal kellemesebb napfényben lovagolni vagy utazgatni, mint hideg, esős időben, ez biztos, hogy így van. Mondta, hogy jubilálunk, 25 év az nagy idő. Viszont tud emlékezni az elsőre? Igen, mi 84-ben, de ez az egész az úgy kezdődött, hogy amikor katona voltam, akkor Szeged mellett volt egy kis település, és ott volt egy majorság, és elmentünk szüretelni, és egy barátommal, akit Gergely Józsefnek hívtak, elmentünk a szomszéd tanyára, mondanom se kell, hogy pálinkáért. És valamilyen oknál fogva pálinka talán nem is volt, de volt egy ló.
és megkérdeztük a gazdát, hogy este 9 óra lehetett, sötét volt, hogy lovagolhatnánk-e egyet, és a legnagyobb megdöbbenésünkre azt mondta, hogy ott van, vigyék. Úgyhogy egymást felváltva lovagoltunk Gergely Józsi barátommal, és ez egy nagyon szép, ilyen romantikus, holdfényes alföldi éjszaka volt, és akkor találtam én azt ki, hogy milyen jó lenne, hogyha a kalandozó magyarok útján csinálnánk egy lovastúrát, hát akkor ugye az ember csak így gondol egyet, és mit ad Isten, a későbbiekben ragaszkodik is hozzá. Mi ezt megpróbáltuk, akkoriban nem sikerült mondhatni, hogy acélos ellenállásban ütköztünk, de nagyon szolidan intézték el a dolgot. Tehát gyakorlatilag a forrásokat elzárták, mint később megtudtuk, de azt gondoltuk, hogy ha ez nem megy nagyban, akkor legalább csináljuk kicsiben. És 1986-ban valamilyen oknál fogva egy ismerősöm arra kért meg, hogy a Váci Hétkápolnai Honvéd emlékműhöz menjünk el koszorúzni. Akkor ismertük meg Katona Tamást, kitűnő történész, az 1848-49-es korszaknak jó ismerője, később politikusként vált ismertévő. És hát vele minden évben ezt, vagy hát évente ugye elkezdtük ezt a koszorúzási ünnepséget megcsinálni. Azért is szerettük, mert utána nagyon jó estéket töltöttünk el a közeli Klucsártanyán, és 88-ban én őt megkérdeztem, hogy ha már mi egyszer történelmi lovas egyesületként megalakultunk, mit tudna nekünk javasolni jó történelmi útvonalakat, érintettség folytán, például Jászberény és Vác között, és hát ő a tavaszi hadjáratot javasolta. Ebből gyorsan ki is derült, hogy a tavaszi hadjáratot nagyon történelemkönyvekből nem tanultuk meg, de aztán később valamennyire lett rá idő. Kutató munkát végzett, hogy mi mindent? Én annyira nem, tehát egy szervező nem biztos, hogy annyira belemászik a történelmi részletekbe. Megvan erre a megfelelő ember, de valamilyen keretekbe természetesen látni kell. De lényeg az, hogy ez 88-ban volt, és 89-ben már a Madácskör, illetve a Széchenyi Társaság támogatásával meg is valósítottuk az első, akkor még csak lovastúrát, Jászberénytől Vácig, ami hát később lett emlékhadjárat, mert az még valóban csak egy lovastúra volt. Egyébként most a 25. évforduló alkalmából a 9-ből 8-an élünk, és a 25. évforduló alkalmából okleveleket kaptak a még ma élő első lovasok Jászberényben, a jászberényi polgármestertől, tehát ott volt egy nagyon szép ünnepség, sőt egy nagyon-nagyon-nagyon látványos emléktábla is fölkerült a Jászberényi Városháza falára, ahonnan végül is ez a túra annak idején indult. De hát közben ugye, ahogy városok, falvak csatlakoztak, ma már 35 településen zajlik ez a hadjárat sorozat. Hát ez úgy lehetséges, ugye, hogy mindenütt vannak helyi szervezők. Tehát van egy központi irányvonal, egy központi szervezés, és vannak helyi szervezők. Azon kívül egy csomó minden rutinból megy, mert évek óta járnak a csapatok, tehát tudják pontosan, hogy mi következik, hogy van, de egy forgatókönyvet általában kapnak ezek a egységek, és pontosan tudják, hogy melyik pillanatban éppen hol kell lenniük, és mit kell csinálniuk. Tehát sok minden van a vonuláson kívül, még például huszárkonyha rendezvények is, amelyek mostanában kezdenek igazából népszerűek lenni. Ez azt jelenti, hogy olyan ételek kaphatók, amit ezt ettek a huszárok? Hát amit ettek a huszárok, az nem nagyon különbözött attól, amit a környezetük evett. Hanem a huszárságnak van egy szellemisége, amit mi gondolunk, meg amit írtak róluk, és ez mondjuk összefoglalható a bátorságban, a leleményességben, a hazaszeretetben, és azt hiszem, azt gondolom, hogy az élet különböző területeire ezt át lehet vinni, többek között a főzés, sütés műhelyeibe, és hát így találtunk ki egy huszárkonyha rendezvénysorozatot 2004-ben, amiből aztán rádió játéksorozat, televíziós sorozat, televíziós filmek készültek, és aztán készült egy könyv is, ami 2 évvel ezelőtt jelent meg, és hát hódít maga a rendezvény. Tehát a lényege ennek az, hogy új magyar ételeket találunk ki, a magyar ízvilág a képzelt keretein belül, amik ugye koronként váltakoztak, és mindez hagyományozó külsőségek között zajlik. Tehát ennek egyik célja a magyar konyhának, a magyar ízeknek a megtartása. Ha régebbi korokba megyünk vissza, akkor a felfedezése, és hát maga a lelemény, tehát az alkotás, a játék, tehát ez nagyon fontos.
Hát ez nagyon jó. Gondolom, hogy ma már valóban a filmesek kihez fordulnának egy-egy csata jelenetnél, mint önökhöz, akik ezt most már nagyon tudják, és képesek is megvalósítani. Egyébként, ha meg azt nézem, hogy milyen gazdag ez a 25. jubileumi program, hát akkor nem is mondom, hogy így végig soroljuk, mert ez szinte... Unalmas felolvasni is. Igen. Jaj, de aranyos, azt mondja, unalmas, hát azért gondolom, hogy... Megcsinálni, ez nem unalmas. Hát igen, így igen. Van. És akkor mit gondol, mi lesz a 26-on? Hát a 26-at azt úgy fogjuk föl, hogy a következő 25 évnek az első rendezvénye. Én annak idején részt vettem elég tevékenyen egy országos szervezetnek a megalakításában, ezt ma úgy hívják, hogy Magyar Huszár és Katonai Hagyományozó Szövetség. Aztán 2001-ben viharos körülmények között kellett onnan távoznom, ennek egyik folyamánya az, hogy 2003-ban megalakult egy másik szövetség, ez a Magyar Hagyományőr Világszövetség. Uh-huh. Mind a két szövetségben 100, illetve 200 egyesület van, és megvan az ellentéteknek az ideje, és megvan az együttműködésnek az ideje. És én azt hiszem, hogy most eljött az együttműködésnek az ideje, és hogyha az ember mondhatja azt, hogy a két élő húsfél gyerekén kívül más képződmények is, mint gyerekek létrejöttek az életében, akkor én azt hiszem elmondhatom, hogy ez a két szövetség, illetve a tavaszi hadjárat az, és úgy látszik, hogy ez a 25 év vagy 26 év, ez pont alkalmas arra, hogy ami egybe kell, hogy kelljen az egybe kell, hogy nőjön az egybe is, lesz előbb-utóbb. Egységben az erő, mondja igen, a magyar igen, közmondás. Nem tehetjük meg azt, hogy vagyunk 2-3 ezeren katonai hagyományozók, akik ezzel a korszakkal foglalkozunk, hogy esetleg valamiféle nézeteltérések, vagy korábbi nézeteltérések miatt egyfajta széthúzás legyen. Mindenki arra vágyik, hogy ez együttműködjön, és én azt hiszem, hogy ez ha még nem is nyilvánították Hungarikumnak, de előbb-utóbb talán méltó lesz arra, hogy azzá nyilvánítsák, mert nem tudunk arra, hogy lenne, nem hogy Közép-Európában, de Európában hasonló. Mert ugye csata jeleneteket hétvégén leszoktak játszani, be szoktak mutatni, különböző napolanista és egyéb szervezetek, de ilyen, hogy heteken keresztül megy, vonul egy hadjárat, és általában minden alkalommal a történelmi időpontokhoz igazodik maga a rendezvény, nem hiszem, hogy van, legalábbis nem tudunk arról. Hát én csak szívemből gratulálni tudok, egyrészt ez a rengeteg munkához, másrészt a 25 évhez, és emellett hát gondolom, hogy önökkel együtt nagyon-nagyon reméljük, hogy ez a második 25 év is ilyen sikeres lesz, és talán egyre többen tartoznak majd ide. Gondolom, hogy akár múzeumok, nagyon sokan mindenki köszönheti azt, hogy önök vannak, hogy önök létrehoznak egy ilyen csodát. Hát nem lehet tudni, ugye, hogyha valaki eljön egy ilyen rendezvényre, akkor az milyen töltetet kap, és azzal a töltettel odahaza mit csinál. Vannak, akik csapatokat alakítanak, vannak, akik elkezdenek gyűjteni valamit, utána vagy egyáltalán néznek. Gondolkodásuk változik meg, a gyerekét kezdi másképp nevet, tehát ez utána járhatatlan sok esetben. Aminek utána lehet járni, az nem is utána járással jut tudomásunkra, hanem azáltal, hogy ugye visszajelzések jönnek. Én azt gondolom, hogy valamilyen módon egy kultúrát próbálunk építeni. A katonai hagyományozás az a magyar kultúrának, ha lehet azt mondani, egy ifjú ága, és hát rendkívüli perspektívák vannak előtte, és a tavaszi hadjárat, ugye a tavaszi hadjárat 1848-49-ről szól, mindenféleképpen azt mondhatjuk, hogy ennek a korszaknak katonai hagyományozás területén egy húzóágazata, de hát vannak más korszakok is, ugye egészen a pártus időktől 56-ig próbáljuk a Magyar Hagyományőr Világszövetségben feleleveníteni több-kevesebb sikerrel a különböző történelmi korokat, illetve hát mondhatom, hogy azok az egyesületek, amelyek tagjai ennek a nagy szövetségnek, és ez egy nagyon érdekes dolog, tehát maga a múltban való utatás, az, hogy történelemben tudunk gondolkodni, az, hogy utána nézünk dolgoknak, az, hogy vitatkozunk, ha kell a hivatalos történetírással is, ugye minél régebbre megyünk, annál nagyobb a vita lehetősége.
Tehát mi mindezt megelevenítjük, férfiak, nők, függetlenül kortól, nemtől részt tudnak ebben a, úgymond lehet, hogy rosszul hangzik, de mozgalomban venni. Én azt gondolom, hogy csodálatos élmény és előremutató, talán még, hogyha nagyobb tömegbe csináljuk, akkor társadalmi hatása is lesz ennek a dolognak, ha csak nem mondhatjuk azt, hogy van. Biztos, hogy van. Akkor azt ismételjük még át, hogy mi maradt még hátra, ha valaki még ebből a rendezvény sorozatból valamit szeretne még látni? Hát én azt mondta, hiszem, hogy... hogy májusban lesznek az utolsó... Igen, tehát ugye Felvidéken indul a felvidéki hadjárat, ezt nem én szervezem, ezt a felvidéki huszárok szervezik. És ez Nagysallótól egészen Komáromig zajlik, 10-12 településen mennek át a lovasok, most már ott is vannak 40-en, 50-en talán a huszárok, és azt hiszem, hogy pénteken, tehát 26-án Bucson egy nagyon szép kulturális rendezvényel összekötött katonai hagyományozó találkozó lesz, ahol népzenei, illetve még egyszer mondom, hogy könnyűzenei előadások is lesznek. Nem tudok újat mondani, mert nagyjából a programokat, azokat felsoroltam, de ami még talán érdekes lehet, az május 19-én a Széchenyi-hegyi gyermekvasúton, ugye mi bevagonírozunk, felrakjuk adott esetben a lovakat és a fegyvereket, a katonákat a kisvasútra, gyerekek rendkívül élvezik, és aztán az egyes állomás helyeken csatabemutatókat szoktunk tartani. Most ez vagy eljut üzenet formájában az egyes utasokhoz, akik látják a plakátokat, vagy nem jut el. Általában nem jut el, mert nem olvassák el, mert miért is érdekelné ez őket. Vagy hogyha a plakátot meglátják, hát akkor ott rengeteg információ van, nem biztos, hogy arra fókuszálnak, amire kell. Ezért meg szoktak lepődni a csatabemutatók alkalmával, amely a legkülönbözőbbféle reakciókat váltja ki az utasokból. Hát ugye el lehet képzelni, hogyha hirtelen emberek elkezdenek kiabálni, harci tevékenységet végezni, és valódi fegyverek dörögnek, akkor hogyan reagálnak erre emberek? Hát a legkevesebb esetben az történik, hogy a kisgyerekek elsírják magukat, de akkor a szülők megnyugtatják őket, de egyébként pedig nagyon tetszik mindenkinek, és a meglepetés erejével tudhatni, azt tudom mondani. Hát nagyon szépen köszönöm, és kedves nézőink, még egy kis kép összeállítással igyekszünk kedveskedni önöknek, és megmutatni, hogy milyen is volt 2013-ban a tavaszi hadjárat, és jövőre pedig, ha tehetik, önök is vegyenek majd részt benne. Így van. Köszönöm szépen. Hatvantól Vácig vezetett a katonai hagyományőrzők útja, akik immár 21. alkalommal idézték fel az 1849-es tavaszi hadjárat kiemelkedő csatáit. Ez Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző megmozdulása. Ez a mi felelősségünk, amit mindenféleképpen tennünk kell. Ennek az 50-es korosztálynak, hogy megismertetni a magyarok hovatartozását, meg kell ismertetni a gyerekekkel a történelmünket is, hogy ezt vegyék a mindennapi életüknek az egyik etalonjának, szintjének, hogy így tegyék a dolgukat ennek megfelelően, ahogy az ősök emlékezete minket kötelez. Tápió Bicske neve az 1849. április 4-én a község határában lezajlott, a nap végéig kétséges, de végül a magyar honvédsereg győzelmével végződő csata után vált országos hírűvé.